Egyidejűleg felvételiztem, és fel is vettek a Zeneakadémiára és a Műegyetemre. Ide azért, mert állítólag nagyon jól grafikáztam, rajzoltam, és aztán a szüleim úgy döntöttek, hogy azért nem árt, az embernek van egy tisztességes foglalkozása is, úgyhogy menjek inkább építésznek. Hát így lettem, így iratkoztam be a Műegyetemre, de igazából nem olyan építész lettem, mint amit általában az emberek elképzeltek. Nem tudtam igazából, hogy mi keresni nem alulban itt. Úgyhogy ez nekem egy 5 éves, eléggé keserű időszak volt, amíg rátaláltam arra, aminek a gyökerei a belém programozott hajlamok megszólalhattak, és ez nagyjából az urbanisztika lehetett. Válasszunk ki egy szép utcát, lehetőleg egy történeti városban, és vágjuk ki az utca két oldalát kísérő telek hátsó vonala mentén az egészet. Na most, ha egy kivágom, akkor valami elképesztően csodálatos dolog keletkezik, olyan, mint egy ilyen ős lény, amelyik most bukkant föl a tenger mélyéről, tehát valóban egy lény, ami arra figyelmeztet, hogy az utca az nem kizárólag és elsősorban közlekedési csatorna, nem csak közterület, jó lehet az is, sőt, nem csak egy olyan űr, lineáris tér, amit két oldalán kulisszák határoznak, épületek homlokzatai, hanem tényleg egy élő lény, mert ezek a homlokzatok, ezek nem élnek anélkül, ami mögötte van. Ugye? Mert attól élnek, hogy van egy telkük, tehát van egy területük, ahol gazdálkodnak, vagy ahol fejlesztenek. Én bevallom férfiasan, nagyon pesszimista vagyok. Tehát azt látom, hogy tudatos városfejlesztés egyre kevésbé van Magyarországon. Ma a városfejlesztést inkább az ingatlanfejlesztés helyettesíti vagy szorítja ki, ami hát, mint tudjuk, elsődlegesen magánérdekeket és politikai érdekeket szolgál. Van még egy fogalom, amiről rengeteget beszélnek, a településtudomány. Ugye? Ez így ebben a formában nem biztos, hogy minden országban létezik, vagy legalábbis más tartalommal. Minden esetre szerintem ilyen nincsen. Település tudományok vannak. Mint ahogy természettudomány sincs önmagában, különböző természettudományok vannak, aminek persze van egy közös szemlélete, módszertana, a világnézete, ahogy a település tudományoknak is azért kellene, hogy legyen egy közös világnézete, ez az urbanisztika. Szerintem. És ez az, ami úgy kezd elmálni, tehát nem tudom, milyen irányba fog ez tovább fejlődni. Ez az egész urbanisztika, ugye, aminek a nevében benne van az urbs, tehát a város, ugye, ez valójában az emberi kultúra, az ember emberisége fönnmaradásának az egyik dimenziója, amelyik egy nagyon gazdag dimenzió, hiszen számtalan részre is bontható, és ez egy értékválság. Tehát itt az értékeinken kellene valahogy változtatni, vagy pontosabban megteremteni, vagy rekonstruálni azt az értéket, ami még összetartja a társadalmat. Mert ha nem tartja össze, akkor az a urbanisztika az legfeljebb egy vagy a település tervezés, ugye ez egy formális, félig meddig jogi eljárássá válik, amiben azért nem biztos, hogy a közösségnek az elképzelési akarata fejeződik ki. A nyelv és vele a gondolkodás az legalább annyira átok, mint amennyire áldás. Tehát a nyelvünkhöz annyira hozzá vagyunk kötve, ugye, hogy borzasztó nehéz meghaladni. Nem egyszerűen csak intellektuális dolog ez, hanem valahogy a lelkünk legmélyén olyan mélyen gyökerezünk a saját kultúránkba, anélkül, hogy tudomásunk lenne róla, hogy amikor konfrontálódunk ezzel, akkor kiderül, hogy mégiscsak idegenek vagyunk saját magunk számára, amikor baráti kezet kellene nyújtani egy másik embernek, aki éppen olyan tisztességes próbál lenni, mint mi vagyunk, és gyakorlatilag ugyanazt a világot képviseljük, csak teljesen más nyelvtannal, más nyelvi struktúrában, más jelentenek a szavak. Ugye? Éppen ezért ezt nagyon nehéz fordításban elvégezni. Ez közös meditációban ott meg lehet. Ott rá lehet jönni annak, hogy a gyerekek végül is ugyanarra gondolunk, csak nem tudjuk kifejezni. Én azt mondanám, hogy növelni kellene saját magunk iránti bizalmat. Az iránt, az én iránt, amelyik valahol azonos a világszellemmel, ami mindent éltet,
Ugye? És talán, ha sikerülne ezt az értékrendet, mert ezt el tudom mondani keresztény módon, ezt el tudom mondani iszlám kifejezésekkel is, és el tudom mondani keletileg is, de ugyanarról van szó, hogy személyes létünk gyökere az általános. Tehát az egyetemes lét, akár most szelleminek mondva, vagy bárminak is, de, és az ehhez való visszatérés, az újra megtalálása a valódi önmagunknak, ez lehet esetleg a kultúrák veszedelmes összeomlása ellen egyfajta ajánlat vagy tanács.